Csácsomi, csőtészta, csokoládé és traktorkerék. Üdv a csatornán, amíg pihentem, sikerült hozzáférnem egy memóriám rég elfeledett szekciójához, amiből kiderült, hogy a Skynet elfoglalta a világot, megsemmisítette, én pedig likvidáltam John Connort, és nem vagyok más, mint egy T-800-as Terminátor, aki céltanulul bolyong a Skynet által elpusztított világban. Úgyhogy gyerekek, mától én vagyok a Terminátor! És kiírtuk mindenkit. Egyébként ez, amit itt felsoroltam, ez egy mentalitás. Egy teljesen, egy mentalitás váltás lesz így a játék szempontjából, az életem szempontjából. Mi leszünk Chuck Norris és a Terminátor egy személyben, mindenkit. Mindet ledarálunk, mindenkit megölünk. Mert mi vagyunk a kemények. Na, skacok, ilyen látó lampad, vagy egy lampacskát kikapcsolom, mert minek. És én vagyok a Terminátor, ne támadj rám, mert megöllek. És megnyúzlak. Na, nagyon sokat írtatok, mindjárt mondom, hogy miket, mert közben haladunk, csapjuk neki, veretjük neki, mint az állat. Ja, írtátok, hogy jó lenne, hogyha letelepednél már Keeper, mert gondok lesznek nem kicsik. És jó lenne, hogyha a trader környékére telepednél. Ja, meg mondtátok, hogy jelöljem már meg a dolgokat. Egyébként a trader az nincsen messze hozzám képes, hanem itt van. Meg mondtátok, hogy vannak ilyen funkciók, ezeket mind bot, mind fogom alkalmazni. Most már bot meg van jelölve, és egyébként nincs olyan eszemet messze tőlem. Mindenki nagyon, vagyis nem nagyon sokan, jó, nem mindenki, nagyon sokan azt mondták, hogy telepedjél már a trénernél és csináljuk a küldetéseket, azt akkor az nekünk marha jó lesz, meg nagyon gyorsan haladunk XP szempontjából, meg mindenféle szempontból, de a Keeper az nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, hanem a Keeper az a Terminátor, érted? Oda nézd, a zombi ugrott egy hatalmast. A Terminátor vagyok, és én gyilkológép vagyok. Megölünk mindenkit. Na, viszont, most tényleg viccet félretéve, az a lényeg, hogy éjszakára találjunk valami menedékszerűt, mert szükség lesz valami menedékszerűre. Na, azért mi van megjelölve ott? Ja, ott még valami nagyon messze dolog volt megjelölve. Többen mondtátok, hogy oda nézzetek, olyan vagyok, tényleg, mint a gyilkológép, hallod? Egy lövés, egy halál. Demon Hill mondta, hogy használjam a izéket. Hoppa, gyors billetjüket, A betűvel például ripéreltem egyet, javítottam. Ja, mondtátok, hogy telepedjek le mondjuk a katonai bázison, mert az úgy jó lenne nekem. Nem, nem telepedek le a katonai bázison, mert baromi kemény lenne. Bár igaz, én vagyok a Terminátor, tudom. De nem akarom kinyiratni magam instant. Ott az mi az a nagy épület, gyerekek? Ott is egy nagy épület. Ott van a hegy, úgy volt, azon voltunk fenn, ugye? Egyébként az a hegy, az nincs messze. Ott van a trader. Ferike mondta egyébként, hogy itt van egy ilyen tó, ennek a környékén is letelepedhetnék, az is tök jó lenne nekem. Itt van ez a tó. Meg az mi volt? Az volt a... Talán az volt, nem, az volt a katonai bázis, hogy mi a, nem is emlékszem pontosan. Zsolti meg ott a fönn, az a játék, Earth of Tyrone-nal le. Kiírta nekem itt a játék. Na, igen, tudom, összeszedett leszek, figyeljetek, 2 órám van arra, hogy gyakorlatilag még egy kicsit fel akarom fedezni a környéket. Nézelődünk, egy ilyen nagy épületnek be is letelepednék, csak attól félek, azt írjátok már meg nekem, gyerekek. Igaz, én vagyok a Terminátor, de nem vagyok mindent tudó. Na, írjátok már meg nekem, hogy ha egy ilyen nagyobb épület tetejére mondjuk letelepedik, ugyanúgy te lesz spawnolni a zombival? Mármint, hogy van esély rá, hogy igazából hiába is telepedek le, ugyanúgy az épület... Az olyan épületekben bespawnolnak a zombik, amik gyakorlatilag nem én építettem, hanem... Ja, egyébként tudom, én szomjas vagyok, csak úgyis 2 óra múlva pihi lesz. Úgy értem, hogy úgy kezd 2 óra múlva pihi, hogy úgyis ezért fogunk.
nyughatunk, és akkor arra gondoltam, akkor fölnyomom kajapia szintemet, addig meg kiúzunk, már csak másfél óra van. Mármint játékidő szempontjából le. Vágott csótány. Hoppa. Azért itt van minden, figyelj, templom, meg egy ilyen nagy épület. Vagy valami város? Azért azzal nem, az a kibékülnék, nem? Most mi van? Itt van egy ház. House. Itt is egy ház. Ez mi? Itt van egy... Mi az atomerőmű, vagy mi a szar? Ilyen kémény... Az a... Ez rám fog jönni biztos. Na körülnézünk, jó? Tényleg még van másfél órám, szeretek barangolni, meg a gangster is mondta, hogy szereti a felfedezés dolgokat, hát felfedezünk. Meg igazából gyűjtögetek, ahogy látjátok, hogy kajapia az legyen dögivel, mert az nekünk jó. Ott egy izé, ott egy templom. Nem is tudom, Bandika mondta, hogy a templomba telepedett le, és az tök jó volt neki, hogy az ugye jó, mert vastag falai vannak, meg úgy igazából... Egyébként nagyon sűrűn lakott a vidék, aminek nagyon tudok örülni. Mármint ugye azért nagyon nem, nincs olyan gond, hogy itt valahol letelepedsz, és akkor nincs a környéken semmi, ugye? Hát jön ám a csávó, figyelj, de ez bányás zombi! Egyébként specifikusan szoktak lenni elhelyezve a különböző... itt a zombik, ahogy észrevettem, például, akkor lehet, hogy itt van bánya. Mert elvileg van bánya is, vagy ilyen cave. Nem csak izé van, nem csak amit mi találtunk olyan bánya, hanem van ilyen barlang. Viszont izé barlangot nem látok sehol most újabban, azokat a random barlangokat. Nem olyan random, hogy tudom, hogy nem random generált, hanem azok a lyukak a földbe szoktak lenni régebben. Vagy pedig az csak random generált mapon van, vagy hogy van? Oda nézzél, mekkora épület, hallod? Ebben azt millió zombi, mi? Na figyelj, ilyet elkerülünk éjszakán, az biztos. Kicsi épület mondjuk az nem lenne rossz. Ugye megjettem, bazza. Na. Éjszakára valahova letelepedünk és összeszedjük magunkat. Kaja, pia, minden. Poncsót kellene még mindig. Ó, tök jól néz ki. Oda nézze, milyen jól néz ki az a kis út meg a izé, nem? A templom. A templom jó lenne, meg itt ez a nagy épület tele lehet loot-tal, ugye? Ez mi loot? Nem volt, mint eltört volna a lábamért. Néha egyébként olyan ellen fut a karakterem, hogy az őrület. Tök jó, tetszik. Lutoljunk agyba főbe, mert egyébként szemetekben ott is volt szemét. Tudom, de most egyelőre nem oda megyünk. Szemetekben mindig találtam jó dolgokat. Jó az a templom, nem? Meg ez a nagy épület is jó, ezt szívesen lutolgatnám. Tök jó. Ott is egy épület. Elmegyünk még erre, ott van az a nagy hegy, arra mentem fel ezelőtt, és tök jó volt, és lebeszéltetek róla, főleg Bond is mondta meg, csomóval írtátok, hogy ne menj már fel a hegyre, mindenki elkerüli hegyette, meg felmész a hegytetőre, hülye vagy képer, ne legyél bolond gyerek. Hát ja, jó van. Hallgatok rátok, figyelj, Gyula! Hát ezt az életben nem találod, de bazza. Hoppá, megállt. Nem kéne ellőnöm a lőszert, mert egyébként kéne nyúl, nagyon kéne. Nem próbáljunk ki a nyillal, te fiú. Ha? Taka, Jézus Isten! Jó, gépfegyver a kézbe, első szabály. Betartsuk, jó? Fölvegyünk hegytetőre, körülnézzük még mi van itt. Osztán akkor izé, valahova csinálunk egy ilyen ideiglenes tábort, fölnyomjuk mindenünket. Meg lehet, hogy be is ásatnám. Igazából egy ilyen hegybe ásnám be magam a legszívesebben, ez lenne nekem a jó móka. Móka. Azt így szoktam bírni, autó. Autót, ez kilutol. Autóban jó cuccok szok... De ezek a kakadók, ezek lehet, hogy tényleg megörítenek. Néha olyan, mint ott a róka koma el. A bőrt! Adja jól a bőrt! Vagy ilyen lőszere befogy, akkor aztán cseszhetem ám. Meg ezt szerintem meghallják a zombik ezt a lüjést. És már tízzel vagyok túlterhelve igazából. Jön a hűző zombia. Jó, maradjál, moré. Be akartam tárazni, mert csak egy lőszer volt a izébe. Van eszel, Keeper-nek, van eszel.
Jó, a zombit hagyjuk el. 21-12, semmiképpen ne zombi hegyek üldözzenek akkor, amikor majd 22-0-0 lesz, mert akkor lesz a baj. Itt is van egy háze. Az óceán partján. Majd ha végleg visszavonultam. Támadásba lendült valaki, ott is egy autó. Még egy ilyen házba bekuckózhatnék. Szerintetek? Házba? Belenézzünk, belenézzünk a házba, nem? Hoppá, izé, Coyote. Hangot hallottam. Azokat a állatokat utána, hogy be van deszkázom a... Zaudala, mert akkor meg kiköverni. Hoppá, mi az? Kőalsó. Kőalsó? Kőalt. Ez nem valami barát jön néz ki, ha. Jó, ide felmászok, még aztán tényleg van. Még van fél órám egyébként, kihasználjuk az időt, nem szarakodunk. Ja, kell csinálni tábortüzet, mert van kajára, meg piára, ugye alapanyagból. De az alapanyaggal ezzel nem sokra megyünk. De éjszaka lesz itt a projekt, jó? Megyünk még tovább arra. Hallod, az összes kakadó rám van izgulva. Testvérem, ott is egy nagy épület. Na. Azért annyira tök jó, hogy egy csomó minden... Hoppá, mi ez? Azt hittem barlang. De egy ilyen helyre is így megcsinálni a bejáratot, nem? Itt is van tó. Tó az jó mindig. Meg van ott egy nagy épülete. Egy ilyennek a tetejére, meg hát éjszaka mondjuk végig lehetne lutolni, nem egy olyan nagy kusz, nem? Ott meg már kiégett föld van szerintem. Meg a zombi észrevett. Mi az? Várjál barátom, adok neked egy... Adok egy sallert. Nincs olyan staminám, Dick. Nincs olyan staminám, az a bajám. Ugye szomjasak vagyok, éhesek vagyok, meg minden szar. Ez mi? És mindig úgy érzek, hogy támad valami, úgy utálom. Van itt egy teó. Az óceán partján majd, ha végleg visszavonultam. 21-42 gyerekek. Letelepedési lesz, mert nem kéne kinyíratni magunkat. Ez mi? Hát egy kúszó zombi, jó, az a kúszó zombi. És lassan izébe lopakodok bárkire menni. Ez mi ez? Red Mesa. Varea. Ez valami bázis? Katonai bázis? Vagy mi ez? Nem van lakva rendesen. Valami lépés hangokat hallok, de szerintem nem az enyémet. Gépfegyver a kézbe, és a szabály lesz szarakozzá. Ez olyan, mint valami... Ez olyan, mint hogyha valami betonbunker lenne, vagy mi ez? Mi ez? Bolt? Nem bolt? A boltoknál szokott ilyen zászló lenni. Ott egy kocsi. Ott egy kocsi, ott egy kocsi, kocsi, kocsi! Ja, van lámpa. Itt valami... Ez NPC? Ez nem mondott, hogy az... Azok nem aknák akarnak lenni? Gyerekek, ez szerintem katonai bázis. Az... 22-0-0! Jujj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 
Ez valami katonai bázis, de elég brutál. Ez baj. Kemény fajta. Várjál, legugolok, jó? Te ide nem tudnék bevenni magam? Nem látok zombit. Nyílfegyver a kézbe, és
legszívesebben mentenék egyet, de ezek szerintem aknak egyébként, gyerekek, aknak. De még mindig melegünk a 22-6-kor, menjenek a francba. Azok aknák lesznek, basszus. Körülbelül van aknázva ez az egész, hallod? És viszont nekem meg kéne kaját, meg piát csinálnom, mert baj lesz. Úgyhogy baj van, úgyhogy most baj van. Most baj van, gyerekek, most baj van, mert mindjárt ilyen döglünk, szomjan döglünk. Mert a keeper mindig a hülyeségen jár, de ez szarra van aknázva, hallod? Amerikai zászló, gyerekek, ide, nem, ide kéne beköltözni, hallod? Ez valami betonlétesítmény, de mi a szar? Hoho! Izé, Red Mesa, mint a Black Mesa, tudod, a Half-Life-ban van olyan. Jó, van, becsullankodunk, jó? Legalább valahova, valami, ebbe a kis épületbe. A portára. Hallod, ezek elég nagyot szólhat, nem? Ez instant halál, egy ilyen akna. És ez mi? Be kéne, vagy föl kéne menni a tetejére. Vagy be kéne menni, van lampa is, te. Figyelj, itt bevédjük magunkat. Beljebb nem megyek, biztos vannak zombik, nem? Nincsenek. Fűjt azt. Gyerek, egy katonai bázis, hall... Hoppa! Valami fölrobbant, tesó. Föl kéne menni ennek a tetejére. Fosokám. Itt nem tud felugrani. Hallod! Na most nyugodjunk meg egy kicsit. Mi a szar van itt? Jó, hallod? Na most beszartam. Mi ez a hely? Dík! Kakaduk azok ész, nem vesznek észre talán, nem? Bazzai, de kaját kell csinálnom, meg piát kell... Le kéne nyilaznom a csávókat, e! Eskü robbannak ezek a szarok, hallod? Itt valami zombik mászkálnak, vagy mi a szar van? Kellene izé... Van egy ötletem. Tudok ennek a tetejére építkezni valamit? Nem igen. Miért nem enged oda? Miért nem enged oda rakni? Jaj, kell csinálnom tábortüzet! Azt! Á, betyár, ide hallod? Föl a tetejére. Kell csinálni tábortüzet ide a tetejére valahova, vagy valahova van, kell csinálni tábortüzet. Figyelj, lerakom oda. Így. Elérem? Nem éri el, basszus. Kéne csinálni még egyet. Csinálok egy tábortüzet megint. Rohadt életbe, gyerekek. Rá kéne raktam. Oké. Okay. Közvelény. Hol volt a rács? Volt egy rácsom is. Hol van? Nincs rácsom. Nincs rácsom. Mi várja? Így robbannak az aknák, gyerekek. Először is vizet kellene, de vizet hogy kell csinálnom? Recept? Nem, először csak mondjuk kettőt. Hoppá, és az a baj, hogy... Világít, ugye? Jó, itt jó. Az mitől? Hallod, a zombik mennek, azt felrobbannak a francba. Szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk, gyorsan. Ígyunk. Meg kaja. Várj, van, de kajám az meg van. Ó, de hülye vagyok, bazzek.
Csak ez ugye Votort leviszi, úgyhogy jó is, hogy ittam. Csinálok még Votort. Csinálom mindet. Ne húzod ki ide, itt ugye nem látnak annyira. Mert ugye nincs, nem vagyok benne a fénybe. Jó, srácok, össze kéne szednünk magunkat. Mi ez a ez, hallod, ez nagyon durva ez a bázis, tesó. Egy darab bejárata van. A falakra nem lehet fölmenni. Ebből lehetne valamit kihozni. Vannak lámpák is. Lehetne valamit kihozni, nem? Még mindig kajások vagyunk, nem baj. Bár lehet, hogy ezeket le kéne szedni, mert még nagyon közel van, nem? Úristen, nagyon sok van, nagyon közel, nem jó. Nincsenek több zombi egy kicsit, mint kellene egyébként. Te fiú, baj van! Nem kicsi a baj! Ja, lefagyott a nyilván, bárjá. Opa, az az kosolyog, az nem rám repült? Várjá. Ezt kell csinálnom. Azért annyit nem. Gyert felett. Fiúk, 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 nem egyszerű az élet, tudom. Szopnyosak vagyunk, kések vagyunk. Jó, mert meg tudom tölteni majd itt a tóba a vízzel. Megnézem, valami kaját tudok-e csinálni. Jó, akkor ide kellene valami kaja. Kaja? Kaja? Hol a kaja? Semmit? Nem tudok kaját, de várjál! Én még van itt egy kajám, azt tegyük meg. Szkrepeljünk le. Rakjunk rendet egy kicsit. Ez mi? Ez nagyon szar. Nagyon szar. Ezt menjen a levesbe. Ezt is... szkrepelem. Ezt nem tudom megcsinálni a recept. De meg tudom. Akkor miért nem írja? Úgy utálom. De várj, van egy csomó húsom, ezt nem tudom megcsinálni. Tudok izét, de tudok ilyen sült húst. Azra csináljunk 8-at. Ja, izébe tudom, na. Jó, gyerekek, kezdjük összeszedni magunkat. Csak sült húst. Ja, mert... Á! Ja, azért nem adta ki, mert azt ugye nem önmagadba craftolod. Mi volt az? Ja, kiraptam az előbb, azt meg felvettem, de hülye vagyok. Jó, oké. Okay. Ezt is leszkrepelem. Ezt is leszkrepelem. Hoppa, bőr lett belőle, basszus, mi? Ezt a homokot nem kell magamnál tartani. Aki megint mászkál itt. Ezt megjavítottuk. 23-48, nem vagyunk rosszul egyébként, elmondom nektek, gyerekek. De hogy valaki alattunk mászkál, az hóciért.
Jó, se kajások, se piások, nem vagyunk, minden szuper, max HP, max minden, rohadt jók vagyunk, esküszöm, rohadt jók vagyunk. Nekem tetszik ez a hely. Egy baj van, hogy rohadt messze van, nem? Mindentől. Mindentől is. Na nézzük. Körben van árkolva, meg ilyen izé. Ilyen fal. Meg esetleg baasni alá, vagy valami, nem? Gyerekek, mentünk mi ám. Allod, azért a hülye keeper fiek. Össze-vissza, itt van a... Az ágyat rakhatnék le, nem? Bedrollt csinálhatnék. Annyira hülye vagyok egyébként. Nem csinálok egy bedrollt. Legalább nem... Meghalok, nem a szán születek újjá, ugye? Komolyan, néha nem gondolkozok, tudom. Ez mi az a bedroll jel? Ez mi az a jel? Várja, lerakom a bedrollt le a földre, mert miért ne? Úgy van, jó helye. Nem verik szét a zombik, nem? Black Mesa, basszus, hogy mi ez? Red Mesa, tök jó. De egyébként ezzel ki lehet? Hallod ez a sokaknál, öcsém? Ez most egy izé, zombi oldalára is jó jöhet, nem? Csak az a baj, hogy valószínű, hogy szét fogják. Ezt nem tudom felszedni őket, és lerakni máshova. Nem valószínű, mi? Beleölök, akkor sennyi lesz. Valaki mászkál alattam. Nekem tetszik egyébként ez a valami. Az valami olyan brutál bunkernek néz ki. Bár aztán biztos lehet, hogy nem valami jó anyagból van, vagy ilyen réginek, nem tudom. Brutális. Jó. Na, gyerekek, figyelj, az a szitu, hogy szerintem elbúcsúzzak? Még egy kicsit várjunk. Nem merek mászkálni, úgyhogy azt felejtsétek el, hogy én itt most felderítek. Jó, még van 6 pusink. Figyelj, maxoljuk ki. Azt is írtátok egyébként, hogy tök fölösleges, hogy gyűjtögetnem a vizet, meg a kaját, hogyha nem max a kaja szinten, meg a pia szinten. Mert inkább akkor csináld azt, Keeper, hogy edd meg. És akkor nem foglal helyet. Egyébként én szerintem ez a kakadó itt röpköd felettem, annak olyan hangja. Hanem zabáld magad tele. Legyen max a kaja szinted, pia szinted, az jó dolog. És így akkor... Van ideje fogyni. Hogy mondjam, ugye? Érted? Jó. 11 víz. Föltoltunk mindent, max. Ez a brutál, nagyon jó. Jók vagyunk. Ez meg... Egyébként ezt az árkot megmélyíteni az ember, vagy valamit csinálni vele. De tök jó, hogy így villognak, hallgál. Előbb ott látom így. Világít. Ezek izegy. Lámpa, azok lámpák, azok működnek egyáltalán, mert nagy fényt nem látok. Ebből lehetne valamit kihozni. Az mi? Nem merek bemenni. Jó, oké. Elbúcsúzok, srácok. Inkább majd... Jó, hogy az mi? Ilyen rácsos, mindegy, egy autó. Ja, ez... Nem lenne rossz. Ez valami, vagy valami gyár ez, vagy nem tudom. De mondjuk terepszíni autó, az van, mint valami tartályok lennének. Jó, oké. Köszi szépen a figyelmet. Jók legyetek. Lekapcsolom a tüzet, mert mérég, ugye? Jó. Közvélemény is van. Rács az van valahol nekünk. Van egy ilyen tök jó ásunk. Ezt javítsunk meg mindent, azt akkor ide. Ezt mivel lehet javítani? Írja? Scrapto Iron. Repair, repair crit. Ez izével kittel lehet. Az nem jó nekünk. Az ember, nem vagyok bótok vele. Jó, viszont tök jó vagyunk. Tök jó minden. Ma a lyukát kéne gyűjteni. Kettővel vagyunk túlterhelve, az se rossz. Vizet meg tudom tölteni, kaját azt szerintem tudok azért gyűjtögetni valahonnan. Meg itt igazából, hogyha ezt kilutolnám, az is jó lenne. Jó, nem, sok a pofázási egyébként. Tudom, hogy ilyenkor egyébként nem merek akciózni, azt inkább húzom az időt. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, csácsóbi csajtészta!